Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a House Flippert. Közben a játék is frissült, amit itt látunk. Illetve a zenét megnézem, hogy le van-e véve, mert igen, le van. És nekem a háttérben szól a Spotify, de mivel copyrightos zenék fognak menni alatta, így nem is görcsölök azzal, hogy mit enged, mit nem. Külön hangsávon van, úgyhogy azt ti már nem fogjátok hallani. Úgyhogy majd, ha időnként bólogat a karakterem a föl-leugrálásra, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy éppen diszkózom. Úgyhogy legutóbb otthagytuk abban, meg itt vannak még jóféle játékok ajánlatása. Hát ez a tag például örülne Saunának, de hát én nem örülnék neki, ha lenne neki, úgyhogy így járt. Nem ér is, ne. Csak hogy jó legyen. Közben itt piszkálom a mikrofont. Na hát itt vagyunk. A grafikánk most hogy áll, mert ugyebár gépváltás miatt amúgy is bírnia kéne a maxot. De úgy látom, így is bírja a maxot. Na ez a látó mezőnk. Igen. Haladó. És kapcsoltam ki rajta. Ja. Öt van motion blur az. Legyen így, de nagyon ne több. Tükröződés. Extrém minőség, élsimítás, extrém minőség. Teljes fölé ez nem mehet, illetve ha jól tudom... Igen, a üvegdarabot kapcsoltuk be, hogy ne legyenek csótányok, mert annak sok értelme nem volt. Na, hát mindenki örül. Akkor csináljunk meg egy munkát, meg egy kicsit foglalkozunk a házikunkkal. Simán kizártuk magunkat, nem baj. Úgyhogy nézzük, milyen következő munkánk legyen, mert van egy pár. Bár Mihály leédesemezett minket, úgyhogy nem biztos, hogy annyira akarunk vele beszélgetni. A Garden DLC demo az meg egy okból érdekes, mert ha jól gondolom, megvan. Úgyhogy mivel megvan, így nem tudom miért pont demo, aztán lehet, hogy csak azért, mert hogy nem tudom mit nem lehet megtenni, most jól kiírta ott nekünk. De lehet, hogy csak extra. Fogalmam sincs a felújításról, segítsen, mondja Dan Anna. Nagyon örvendek. Megvettem ezt a hatalmas házat, amit teljesen fel kell újítani. Sajnos a férjem elhagyott, a gyerekeket kitagadtam. Én magam meg nem értek hozzá, és takarítani sem szeretek. Na hát ez így egy négyes kombót nagyon gyorsan betolt a csaj. Azaz nem csak, hogy nem ért hozzá, nem szeret, és mellette se gyerek, se férj. Úgyhogy... Nice, szuper özvegy. Mert nem is özvegy, hanem inkább hajadon. Lehet, hogy majd eladom az egész házat, de előbb lakhatóvá kellene tenni. Kérem, takarodjuk ki az egészet, fesse le a falakat valami szép, világos színre, a folyosó legyen mondjuk narancssárga, hát az nagyon jó fog kinni. Kérjék ki a WC-t, és feltétlenül tegyen új fűtőtestet minden szobába. Ezer hál és köszönet, életet ment. De azt nem látjuk, hogy how much money. Úgyhogy toljunk rá egy igent. Aztán lehet, hogy rosszul járunk vele. Mert itt a mindent is akarni fogja utána. Jó. $600 fogsz fizetni, érte? Hát... Nem vagy egyszerű. Főleg, hogy itt a kerttel szerintem nem kell foglalkozni. Nem ír rá semmit. Hiába látjuk itt a millió meg egy gyomot. Ezeket itt nem írja, hogy kellene vele foglalkozni. Úgyhogy nem is foglalkozunk vele. Na nézzük, mi vár bent. Jaj, de szép vagy. Kidobni. Kidobás. Oké. Hát annyira rosszabbra számítottam, na.
Aki ehhez porszívó kell, mert ugyebár ezek lennének a szotányok, de nincsenek. Ezért üvegdarabok vannak, úgyhogy ez még vállalhatóbb. Jó. Üvegdarab felporszívódva. Nem tab. Jobb gomb, kéz. Úgy repüljenek a szemetek kifele. Aztán majd takarítunk utána. Ez a hátsó ajtó. Igen, ez a hátsó rész. Itt szintén nincs mit csinálni, a kertre azt írja, hogy csak van. Hogy... hát azzal mi történt? Fúj. Oké. Ugye első körbe itt a szemeteket dobáljuk kifele. Hát itt meg valaki végig fosta magát. Hű, ilyen jó műsor volt, meg valakinek megjött közben. Ajjajjaj. Vannak itt dolgok, kérem szépen. Megvette ezt a baromi nagy házat a semmiért. Úgyhogy négy szemice. Na, a szemét megvan. Jöhet a takarítás. Szuper törlőnk van, úgyhogy... úgyhogy ezzel itt nagyon gyorsan haladunk. Ahogy kell. Az ablaktisztítás is nekünk már nagyon poweresen megy. Nem ér is, ne. Kinyitjuk, hogy legalább a büdén eltűnjön. Oké. Okay. Nincs meg a takarítás. Itt milyen takarítási? Az ablak. Gondolom én. Kicsit tolok még a zenére magamnak. Mitze. Ahogy kell. Csak hogy jó legyen. Ez is megvan. Itt jelez koszt, de itt nincs kosz. Összeszerelés. Mit akarsz ott összeszerelni? Oké. Okay. Négy darab villanykörtét kell megoldani. Kettő. Három. És akkor gondolom még az van ott kiégve, mert a többi az egységes. Oké. Okay. Hát itt nem tudom, milyen takarítást lát még. Vagy ezt dobjam ki, vagy tegyem arra. Hát itt nincs más. Jó. Folytathatjuk a takarítást. Ugyebár nagyon gyorsan tudunk ezzel már takarítani, de még azt hiszem nincsen kimaxolva. De van ennél még komolyabb verziója is. De hát attól a használjuk lesz meg. Jó, azt is megtakarítgatjuk. Oké, jöhetnek az ablakok. Tehát ilyenkor akadok meg az egérrel. Ez megvan. De ez csak az ablak tisztításban megy be, úgyhogy a sima tisztításban nem. Ő szerinte van ott meg dzsuva. Ja, a plafonom? Hát kihányt össze a plafont? A térképen látjuk, hogy van valami. Oké, ez megvan. De ez a helyiség viszont bugol, mert itt nincs mit takarítani. Még sincs meg a takarítás 100-ra.
Aha, ott van egy Joe, azt írja. Jó, most már eltűnt. Csak hogy nicce-micce legyen. Takarítani itt is kell. Szépen kikárpitozunk, hát a fal az nagyon gusztustalan. Oké, van ott szemét, azt írja. Ezt innen elrakjuk. Akkor már látjuk is, hogy mit kell kidobbantni. Még azt, ha beállítjuk, akkor hogy nincs áram alatt, nem baj. Takarítsunk ablakot. Ahogy kell, szépen körkörösen. Nem tudom, ez a Xiaomi napról napra lassabb. Nem tudunk állítani rajta. Mondjuk egy pi értékre. Mert meglátjuk, így meg lehet, hogy túl gyors lesz. Leginkább ezen múlott, hogy ugyanolyan baromi messzire kell húzni. Konkrétan ilyen 30 centis körben mozgatom az egeret. Na mindegy. Innen kiszedjük a gyomokat. Én nagyon jók vagyunk. Előbb láttad a gyomot. Ahogy. Ezeket is kinyitjuk, jó. Kell javítani meg, pakolni meg társai. Az oda bemehet. Ahogy. Első körben a takarítással legyünk meg. Mert az a nagyon gusztustalan, de tényleg. Szerencsére már ahova nézünk, ott szinte azonnal kész lesz a takarítás. Jó, szerintem ez a WC ide nem kell. Csat. Okay. Mosógép kell még neki, meg radiátor. A radiátornak van helye, de a mosógépnek nem látok helyet. Bár azt is ide jelzi a sarokba, ha. Jó. És burkolni kell, mert ablakot tisztítani nála. De semmi gond. Mindent is megoldunk, mert kell a money, hogy tudjunk költeni a házi teukra. Mindenhol tárva nyitva lesznek az ablakok. Jó, Juva már csak itt maradt. És gyorsan eltűnik itt is az összes kosz. Mintha soha nem lett volna. Jó lenne a való életben is ilyen tempóba tudni takarítani egyébként. Mondjuk úgy, hogy hasznos egy funkció lenne. Ahogy kell. Úgyhogy ez egy ilyen kis chilles kameszkó. Még mindig. Na, hol maradt ki? Azért. Akarta beadni. Tehát van ez így. Jó. Na már 7000 pénznél járunk egyébként. Ablaktisztítás van még. Egy kör. Két kör. Oké. Kell radiátor, és kell más. Akkor elvégbe tab.
kell fehér. Hát vegyünk normált, és majd eladjuk legfeljebb. Kell egy radiátor. Nincs meghatározva, hogy mekkora, csak hogy radiátor. Kapja az olcsóbbat. Oké. Össze is szerelhetjük. Lezáró csap, illetve a termosztát. És ki kell nyitni. Ez itt csecse. Jöhet a festés. Kettő. Oké. Szerencsére most már el is gyorsabban megy. Meg sokkal kevesebb festéket használunk el. Így az adott festékből több helyre jut. Szóval a kifestése fehérre 19%. 20. 21, 22, a darabonként haladunk. Az oldalát nem szokás kérniük egyébként, adod ezt a belső részt, ellenben a felsőket kérik. És összemaszatolás, és ott látványosan ugrál arrább a egész, hogy éppen mit festünk ki. Mert úgy ad egységet, de az is értem, hogy a fős belső kádereket miért nem kéri kifesteni azokat. Hát hogy néz már ki? De minden igaz és jól számolok, akkor elvégbe anélkül fogja megadni a 100%-ot. Úgyhogy egybe már belefestettünk. Tehát nem baj. Van ez így. Nem ilyet is, ne. Oda is, mindenhova jut a festékből, ahogy kell. Oda már nem jut. Bár itt is látszanak a megoldások, a ajtók kibenyíthatóak, úgyhogy ez is egy új feletű dolog nekem, mert általában ezeket egy irányba nyitod a tok miatt. Jó, ide fölmászunk, nem ér is, ne. 6, 8, 8 helyet tudtunk kifesteni egy körből. Jó, és nem adta be 100%-ra, mit hagytunk még ki? Akkor ezek szerint tényleg ezeket is kérni fogja, mert... Aha. Vagy baromi csúnyák. És akkor a külső részt is. Az a belső toknál lévő ért is. Valahogy az falcolás. Nem ér is, nem? Így és 100% lett. Úgyhogy az ott kimaradt. Most már nem, de amúgy igen. Mentett is a játék, és készen vagyunk. Megnézzük, fehér kell-e még valahova. Teljes kávé. Napos sárga. Kobaltkék. Barack. Jó, akkor fehér már nem fog kelleni sehova. Ugye a maradék festéket alig egy dollárért eladtuk. Jó, konyha kész. Akkor a konyhát bezárhatjuk mindkét irányból, nem akarom többet látni. Ide is kell radiátor. Megint csak az olcsóbbat kapja, mert egy térpillandos a csaj. Csak hogy jó legyen. Ezzel a részével egyébként, hogy írja, hogy kitagadta a gyereket, nem tudok mit kezdeni. Ez egy nagyon
érdekes hozzáállás a részéről. Jobb gomb. De előbb nem reagált a jobb gombra, én nyomva tartom. Jó, nem tudom, miért nem akartam elsőre jól megcsinálni. Azt a kettőt. Oké. Itt már a fedés miatt látszik, hogy mit fedett már át, vagy mit nem még, és hogy mennyire fedette át. Profi festőként itt nyomatjuk a szekrény mögött, anélkül, hogy elhúznánk a szekrényt. Szerintem itt csecsemecse. Látványos, hogy helyezkednek a sérülési grafikák, hogy mi nincs piszkálva, mi van piszkálva már. Amúgy. Majdnem, hogy folyamatosan nyomva tudom tartani a gombot és húzni, és fest. Egyen lassan csinálom. Nice, mice. És akkor most gondoljatok bele, hogy ez még lehet gyorsabb, mert mindegyik skillből van még maxolható rész, csak nincs kimaxolva. Azaz, hogy egyszerre még több falat tudsz festeni, ezáltal még tovább tudod húzni. Na, ne férjünk oda. Nem ér is, ne? Oké, megint festékbe kell mártani a hengert. Nem ér is, ne? Filózok rajta majd, ha nem leszek lust, és bekonfigurálom újra azt a plugin-t a OBS-be, hogy a Spotify-t azért kiírja nektek is, hogy éppen mit hallgatok. És akkor, ha kedvetek van, még nézitek ezt a felvételt. Mondhatnám adást, de nem élő, úgyhogy bármint nem real time megy nektek, hanem bár egy ütemezett felvételként látjátok. Szóval az, hogy kiírja, mint régen is kiírta, hogy éppen melyik mi szól Spotify-om. Akár előadó és borító, albumborító, meg mindenféle névvel, meg egyéb jósággal. De kíváncsi vagyok, hogy csak ilyen kicsiket kattingatok bele, az mennyire elég. Egy falra. Ki akartam maxolni, hogy mennyit tudunk eladni. Na, ebből már egy 45 maradt így. Oké. Nappal is készen van, kérem szépen. Akkor azt is kizárhatjuk az életünkből. Ez lesz az utcsón aranysárga festés. Jöjjünk ide. Ide kell sok minden, mint mozaikból sötét zöld, csempe és szürke. Padlóra szürke, meg azon kívül kell sok minden, úgyhogy először is burkolunk. Igen. Egy stükk. Bár ezeket berakhatjuk, mert ezek falra mennek. Oké. Okay. És akkor kell a csempélés és faladás. Akkor fölkapunk ilyet. És már placs. Ott is van 10. Görges a méretváltáshoz. Hogy mennyit akarunk leburkolni.
Annyit. Elég meg is van. Akkor azt úgy. El is jöhet. Oké. Kell még csempe. Az jól átlóg az a fal. Oké, kell még csempe. Hát. Na, miért nem raktuk le? Jobb gomb, csempélés. Oda úgy, guztustalan lesz az egész fürdőd, már bocs. De halad a meló úgy, hogy no para. Nehogy már ilyen baromisokat megevett ez a falrész. Ja, akkor a maradék szürke lesz. 78-ba kerül, hülye vagy? Az meg 90-ben, hűjjaj! Akkor ezt átburkoljuk. Úgy. Jó, a fal megvan. Oké. Okay. Az 8 dollár, meg 20, oké. Okay. Jöhet a padlólap. Az olcsó. Ez úgy. Az ott mi azt nem mondta, hogy még maradt ott lap. Ahogy. Megvan, de maradt még lap. Nem baj, eladjuk. 20 dodó mínusz. Na hát akkor ki van burkolva a fürdője guztustalanra. Jó lesz neki majd a kabinba takarítani a mozaikot. Ez megvan. Mosógép, WC és radiátor. A radiátorból megint csak kicsit kapsz, és így helyezzük. Hát miért is ne? Egyébként megy le a játékba az idő, est nap, ahogy látom, ahogy telik az idő. Villany tudunk kapcsolni. Nagyon kicsi, akkor szerintem fogyasszunk egy kis áramot neki. Ha már mindenhova raktunk ilyeneket. Na, úgy, hogy áttörtenek a fények, az úgy vicces, de jó az ide falura. Pedig azt hiszem már minden ultrán van, de motyógép. Hát Emma helyett csak motyógép nevű motyógépet kapsz, mert nem érdemelsz többet. A téged valóban oda akart behelyezni az előm. Nem. Na várja. Te itt mi vagy? Kicsavarunk először is. És ide vásárolhatsz motyógépet. Jó. Ide meg WC. Így most már engedni fogja a motyógépet, reméljük. Mosógépre nem telik. Azt nem mondta, hogy útban van neki ez. Jó, akkor előbb rakjuk le a WC-t. Pali WC-k, monoblokkos WC-k,
Terelhető fém WC csésze, az se rossz, meg jó drága. Kereket kapsz. Márvány színű lőke. Vörös, fekete vagy. Kapsz szürke ülőkés WC-t, parancsolj. Na, találd már meg a helyedet I1J6-ba. Oda. Oda. Hát megvan. Elértük azt a szintet, ami már kifizetés köteles. És amúgy duplázzuk majdnem a felével az egyenlegünket, amennyink van, mert még is, ne? Viszont akkor a mosógépnek útba leszünk. Nem. Ide engedi. Oké. Okay. Összeszerelés. Akkor le kell vennünk a hátulját, hogy kivegyük a betontömböt belőle, ami az éket fogja. Mármint a betontömnek az ékét kivegyük. Illetve a dobnak a rögzítő csavarjait, ha éppen olyanja van és elfogadja. Mert ki már nem jelöli, de ezért is, mert hogy normál módon van a szerelés, kis logikát igényel, nem pedig csak úgy random. Oké. Okay. Ugye, mert az a négy csavar az fogta elviekbe itt fönt ezekbe a dobot, hogy szállításnál ne essen szét. Oké, okay, csatlakoztatjuk a vizet, meg a telepet fölrakjuk, amire csatlakoztatjuk a vízcsövet. Jöhet a kifolyócső, és el is a helyére. Na, a fürdő kész. Hát, addig, amíg nem lesz csapágyas a motorja, és nem fog ugrálni, addig nincsen gond. A zsírúj WC már koszos, nem baj. Fürdő is készen van. Feleszel az utcsó. A dolgozó szobában van egy radiátor hiány, egy hibás konnektorunk. A hibás konnektor az ott van a sarokban. Nincs elég helyed lerakni azt a tárgyat, de van. Na, ott a hibás konnektor, kicsavarjuk a közepét, lejön a takaró, kivesszük a fali rögzítőt az ajzatból, kijön az ajzat, be az új, bedugdossuk a kábeleket a helyükre, fázis, föld és nulla, rögzítjük őket szépen, ahogy kell, mehet vissza a helyére a fali ajzat, azt rögzítjük, hogy ne tudjon elmozogni. Arra jön a takaró. És az is készen van. Hogy az itt csecse. Ez mehet vissza a helyére. Ha? Kb. Oda. Kicsit még hátrám. Úgy. Igen, most van falnál. Kell neki ide is egy radiátor, mert miért is ne. Még hozzá egy normál radiátor, mert bár nyifogott, hogy ő nagyokat akar, nem kap nagy radiátorokat, igencsak fagyjon meg. Az új tulaj meg majd főcserélő szivattyút fog felrakni, úgyhogy az meg már megint más tészta lesz. Csak hogy nicce-mice legyen. Jó, és akkor már csak festeni kell kobaltkékre. Nem tudom, ki találta ki ezt a szint. Köszönöm. De legalább a penészes csúnyaság megszűnik.
Oké. Okay. Bedübörög a muzsika a fülembe. Már miért is ne. Éppen valami tánci-tánci zene megy. Bár. Spotify is egy érdekes állatfaj egyébként mostanában, mert példának okáért nem volt hajlandó beengedni a gépen, a streamer gépen, ami most a rögzítést csinálja ugyebár, a laptop, a Lumen, közölte hibás felhasználónév vagy jelszó. Mondom, hát a telefonon azzal vagyok belépve, hogyha ezen, ami most játszok laptopednek a profiliával lépek, a Spotify honlapjára szintén az alakóddal enged be. Még kellett egy jelszó emlékeztetőt kérnem magamnak, és megváltoztatni a jelszavat, mert egyszerűen nem fértem hozzá. Csak hát ugyebár a legegyszerűbb az OBS-ben mindent modulárisan kezelni. Ennek köszönhetően külön hangsávon van a játék, külön a mikrofon, külön a egyéb programok hangja. Külön a videónak a hangja, ugyebár, amit a Capture Card rögzít. Nem ilyet is, ne? Úgyhogy... az szintén egy előnyös megoldás ilyen téren, mert akár vágásnál, akár egyébként streamelésnél külön lehet osztani a hangsávokat. Így például, ha Twitchre nem nyifog neked azon, hogy éppen milyen zenét hallgatsz, mert van, aki csak elért streamer Twitch-en, vagy éppen kicken, akkor az mehet ugyebár arra föl, YouTube-ra meg mondjuk lekapcsolod a Spotify-nak a hangját. Mert hiába hallgatok ott is NC Rádiót egyes játékok alatt, ugyebár No Copyright Sounds Music, és azon belül is ráadásul az Epic Music-ot, de tök mindegy melyiket, közli a YouTube, hogy hát ez copyrightos, az copyrightos, amaz copyrightos. Ugyebár még nem érinti a csatornát, mert jelenleg persze jól ügyesen elraktam, mert nincs pénzbevétel a csatornából, nem is azért csinálom, mint mondtam sokszor, bárha lesz, sem leszek ellene. Fejlett csikid a farkinced, ez is a mondatok egyike a világban. Itt fekszik mellettem, lelóg az ágyról a farkincája és csóválja, ennek köszönhetően újra meg újra megfiszkálta a combom, azt néztem, hogy most bogár mászik rajtam, vagy a macska. Hát de a cica mit száma ki. Ez. Jó, azt mondja, elektromos ajzat, bajunk van a sarokba. Itt. Konkrétan nincsen elektromos ajzat, szóval... itt valami baromira bugol nekünk. Ide jelzi a hibát. Az közben ott van. Egy ajzat. Ami jó. És ott van valami. Ott van. Az nice. Jól észre lehetett venni téged, hihetjél meg. Nem ér is, ne? Szóval a lényeg az, hogy a külön hangsávokra van bontva, akkor például a YouTube-nak a streamjére nem engedett ki a... ó, ez jó zene. Nem engedett ki olyankor a... azt a hangsávot, amelyik copyrightot tartalmaz, és akkor onnantól kezdve jó. Igaz, hogy a nézőidnek rosszabb, mert nem tudják azt hallgatni, amit te. Ezért is gondolkodok azzal, hogy kiirattatom azt, hogy éppen mit hallgatok, és akkor ha más nem, velem együtt tudjátok magatoktól hallgatni. Nem miért is ne. Úgyhogy... az is egy opció. Legalább tudjátok, hogy mire felmegy a buli. Nagyon durván zavaróan magas ez a fény ide. Nem tudjuk ezt amúgy lejjebb húzni. Nem változott semmi.
Igen. Motion blurt kilőhetjük, a bloom lesz a csillogás. Hát az is csillog, de nem ennyire. Köd az adott a háttérbe. Mélység, élesség az a fókuszvesztés. Ambient occlusion, ugyebár a... Hát itt árnyékként jelenik meg, de ettől függetlenül az nem azt akarná takarni. Szerintem. A háttér sötét lett, de így meg nappal van odakint. Nem mondjuk valahogy így. De ettől függetlenül meg vakit itt. Ha meg lekapcsoljuk a fényt, akkor meg nem látunk semmit. Jó, jöhet még a festés a barack színre. Úgyhogy... Hát miért is, ne? Hát... Ez sárgán is csúnya volt, és így sem a legszebb. Aztán való életben lehet, hogy egy kicsit más lenne egy ilyen bebent lenni. Ez így még így is úgy is csillog ezerrel. De van lámpánk végül is, szóval ha ezt én lekapcsolom, akkor attól vakulunk meg. De így meg látunk, úgyhogy még nem kell. Bár odakint este van. Úgyhogy ez se rossz. Nem baj, mindent is festegetünk mindenhol. Festék, be kell mártani a hengert, azt mondja. De miért is ne? Azok is kapják. Festék, bemártjuk. Az is kapja. Az is kapja. Szerencsére a kisebb helyekből azt hiszem hat ad ki egyet. Még a teli falból meg lehet összesen hatot festeni jelenleg. A mostani skillünkön, ha nem tévedek. Egyébként bődületes számokat kér a játék arra, hogy tovább fejlődjünk majd. De nem baj, mert egyébként akaratlanul is haladsz előre a munkák miatt a fejlődésekkel. Közben már jön fel a nap, pedig olyat nem is ittunk. De nem baj. Hogy hiunk is a köböm. Na, odakint fölvillant a föld. Egy, kettő, egy kattintás. Egy kattintás, így. Még egy kattintás. Oké. Okay. Jó, ez itt megvan. Így. Őt is eladhatjuk. Őben 5 dollárnyi csomó maradt. Jó. És akkor már csak itt kell festeni. Napos narancssárgára. Nem ér is, ne? Szerintem oda egy kicsi is elég egyébként. Hanem akkor többe fog kerülni. Na nézzük. Egy stükk. Két stükk. 3 stükk, 4 stükk, most direkt csak az ajtók fölött csinálom, 5-2-es, 6-2-es, 7 és fél 2-est lehetett megcsinálni egy festékbemártásból, míg a teljes falból 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 és felett
Adalaszból 14 kicsit meg egyet, azaz 15-öt lehetett lefesteni, ebből pedig 10-et. Ja, akkor ebből is fejlődtünk, vagy ez a szoba vesz föl kevesebb festéket, mert hogy hasonló színű a mögötte lévő. De minden is elképzelhető. Nem ér is, ne? Mindjárt végzünk ebben az ordinári házzal. Egy kis kattintás. Egy, kettő. Egy, kettő. Egy. És az utcsó kattintás. Kész. Minden feladat kész. Konkrétan most megduplázzuk a pénzünket, és meg egy dollárt rá is dobunk, mert 21 ezer dollárt fog fizetni érte a nő. A ház kész. Az, hogy kint a kert halad, így járt. Nem volt rossz, hogy gardenkedjünk neki. Hogy enter. A munka 100%-át te is tetted. Befejezed ezt a munkát? Hát persze. Ez még mindig a szaunán pörög egyébként. Ilyen volt a kezdő házikunk, a kezdő iroda. Baloldalt még mindig azt mondja, hogy ezt most nem lehet megtenni, hogy mit, azt még mindig nem tudom. De cirka megdupláztuk a pénzünket. És ő neki... Ő volt az, a Denk Anna. Van-e még munka tőle? Nincs. Hát akkor mindegyik más lesz szerintem. De van itt bunker, meg megint csak bunker, meg minden. Egy kis kavics és néhány bokor. Vagy épp a falak. Menjünk bontani. Tisztelt lakás felújító vállalat. Az utóbbi időkben a nagy szobák lettek divatosak. A szomszédom és annak a szomszédja kibontott néhány falat, hogy nagyobb legyen a belső tér. Nem inkább csak egységesebb? Ez nekem is megtetszett, ezért szeretném kibontatni a falat a nappal és a konyha, valamint az előszoba között. Az ember lakó szomszéd asszony világos kékre festette a hálószobáját, én is olyasmit szeretnék. Megbízom az önök szakértelmében, remélem a megvalósítás nem okoz majd problémát, és az ára is elfogadható lesz, főleg ha áfa nélkül kéred. Nice. Ott akkor bontsunk, és fessünk. Na nézzük, itt kint semmi, és legalább neki tisztódva a rendes kert van. Na nézzük, takarítani nem kell, bontani ezeket viszont annál inkább. Úgyhogy neki ez itt szép nagy egybe lesz, falbontás, 24 falat kell lebontani. Ezzel kezdjük itt. Csat. Szép. Szép. Jöhet ez a fal. De kemények vagyunk, mert innen át tudunk nyúlni a ajtót kinyitni. Öf. Idől vajon az ajtótok, vagy az ott marad? De ha már elbontjuk a falat, nem adjuk el ezt a ajtót? Hát de tényleg.
essek el ide. És itt essek el idáig. Mondod, ezt lehet, hogy kintről kéne bontogatni, igen. De onnantól nem kell. Ide, oda, oda. Azt is ott megcsapkodjuk egy kicsit. Minden is kapalérzéstől. Te se kell lesz ide, mint főtartó gerenda. Hadd szakadjon. Azt se kell. Gravitáció működik, vagy nem. Igen, ezt végig bontjuk. Mi van a túloldalán? Sok minden. Oda se kell. 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 Az se maradjon ott. Az se. Az meg hogy érte túl. Jó, ő szerinte ki van bontva. Amit én erősen kétlek egyelőre. De eddig már rengeteg manit fizetnének. Úgyhogy fejezzük be normálisan a munkát. Jó, ez innen, ha despawnolnak a dolgok, akkor látjuk, mit tudunk még megcsapni. Úgy. Új rombolás képesség érhető el. Képességek. 5%-kal több erő, gyorsabb pusztítás, vagy éppen ideje. Hát gondolom, ebben nagyobbat lehet csapni. Az még erő, meg még gyorsabb. Jó, hát gyorsuljunk egyelőre, aztán majd a rombolástól majd még hatódunk tovább. Gyorsabban kalapálunk. Jó. Csak azt csapjuk meg, amit kellene más. Például itt is ezeket alul. Mert bomlik tőle minden is. Maradt egy kis semmi, jó nagyot ugrott cserébe. Meg ott fönt maradt egy apróság. Az meg is van. Azt mozgatni tudnánk. Ha? Oda. Fél. Biztos jót tesz annak a kanapénak az, hogy rápotyognak a dolgok. De minket ez nem zavar, kibontjuk ezt így is, kicsit várunk, de megoldjuk. Te onnan gyere le, és te is. Te is onnan gyere le. Pardon, de fel kell ide másznunk. Miért is nem mindent is leszedünk. Szépen despawnoltak a dolgok. És akkor itt maradt az. Távolról is elérjük. Csodásan benyújtunk odáig. Ez megvan. Nappali a konyhával egybe van nyitva az, hogy hogy néz ki? Hát az már mindegy. Te mi vagy? Te oda menjél föl. Csak falra lehet rakni, azt mondja. Hát akkor villanykapcsolók. Oké, nem fog akkor ennyi kelleni, vagy nem ide való inkább. Ott van. Hol legyen itt egy.
És legyen ott egy. Oké, ez megvan. Itt semmi. Itt kell világos kékre festeni. Na, ilyen csecsekis mosógépük van, meg zuhanyrendszer, meg minden. Király. Világos kék. Egyébként, ha kérnék, én ezt be festeném ilyen szürkére, hogy ne legyen falszínű, de hát ha nekik így jó, ebből látszik jó, mikor nem a miénk a helység, hanem másé. Úgyhogy ez megvan, 35 fal eltüntetve. Ide meg egy MS méretű festéket veszünk. Na nézzük, milyen csodakéket kértél. Ilyen csodakéket. Remélem, csak a kéket akarod átfestetni kékre. Úgy látszik, nem egyébként. Bár fene tudja. Majd kiderül mindjárt. Ha be nem borul. Aztán, ha gondoljátok, írjátok meg kommentbe, hogy ti mennyit szoktatok csapatni ezzel a játékkal, mert nagyon chilles, rengeteg pálya van még benne, rengeteg megvehető hely, rengeteg küldetés, nem is tudom, hogy van-e valaha vége. Kész. Munkát elértük, hogy már átadható, így a kéket kékre átfestettük, de érdekesen tükrödődik a szoba benne. Így meg még inkább, de mi meg ezek szerint vámpírok vagyunk, mert nem látszunk. Nem baj. Kifestjük 100%-ra a helységet. Most nem festem ki a belsőket, csak a külsőket. Megnézzük, hogy úgy mit enged. Mert lehet, hogy változtattak rajta. De régen úgy emlékeztem, hogy itt a belsőket nem kérte átfestelni soha. Most oké, az előző küldinél adott volt, mert csúnya volt a egész. És kellett neki a felújítás. Hogy csak ezeket a kicsiket kérte, ami amúgy se ilyen kicsi területen van. De majd kiderül. Ha nem lesz 100%-on a vége, akkor kiderül, hogy hány százalékot tett ki a felső káderek. A plafon is egy külön életforma egyébként. Úgyhogy ezeket is szépen be lehet festegetni. És nem lett bele 100%. Bár itt még kimaradt, de az biztos, hogy nem 5%. 1, 2, 3, 4, de! Na, itt is van az élőszent példa rá. A belső ablakpárkányokat nem festettük le. Mégis 100% lett a festés. Amúgy. És még 4 dodó vissza is jött majdnem. Jó. Off. Jó. Close. Villany off. Amúgy ott is van neki egy kapcsoló. Jó, megkapta, amit akar. Egybe lett nyitva neki az egész. Úgyhogy minden munka kész 100%-ban. Ez sokat nem ért, 6000 pénz, de gyors munka. Gyors munka, gyors pénz. Itt az idő ránézünk a saját kecónkra, hogy azzal mi a helyzet. Azaz ezzel itt meg vagyunk. Van már megint 50000 pénzünk. És átmegyünk mondjuk a kempingházba.
Vagy ez az? Nem, mert kettőt vettünk. A leégett házat, meg a kempingházat. Itt a levőkön múlik a világ. Igen. Ez az, aminél mindent is kitakarítottunk és eladtunk. Igen. És gazunk már, de megint van gaz. Ez vagy csak újra nőtt, vagy fene tudja. Minden esetre megnézzük, hogy hol mind bújnak. Ap ilyenkor a haverunk. De más elviekben nincs. Balfönt a berendezők szoktak nyifogni, hogy mi tetszik nekik, vagy mi nem. Itt van egy helység. Itt van egy fürdőrész. Azt tönkre vágtuk onnan, hogy ne legyen. Hát ezzel a csempével csak egy a baj, kopott. Áthidaló, falépítés. Nem tudom. Egyelőre ezt így hagyom most akkor. Nincs is villanykapcsolónk. Jó. Ide se kell. Itt meg már nincs. Jó. Vagy így marad most, menjünk át a másikba. Irány a leégett házikó. Igen, ennek kívülről ráférne egy lazorozás. És elviekbe itt se hagytunk azt. Ugyan úgy nicce. Ez itt a konyha, amin a padló egyszerűen meghalt. Ez az ajtó is. Az az ajtó is kuka. Oké. De ez itt hálószoba. Oké. Erre is majd ki kell találnunk akkor valamit, hogy milyen legyen. Kívülről le akarnám festeni, akkor az hogy működik? Na, tudunk rakni egyébként kerítést, fészert, egyéb apróságokat, bokrokat, mindenféle földi jót, medencét, pergolákat, sátrakat, hidat, elég durva jó dolgokat ki lehet alakítani itt már akkor. Márványtérkő. Oké. Járólapok, kavicsok, de ez mind kültér. Festékből fal, ergőszikra. Nem tudom, ezt valami sötét barna háznak képzelném el. Mennyi szinte ijedjé hadba? Éget a terrakotta, más néven agyag szín. Préri farkas barna. Ha veszek egy ilyet, azt mondom, hogy festék.
Akkor ezt le tudom festeni? Le. Bár már nem égett faszinevom. Egyelőre... Ha nem érsz el valamit létrehet, hogy állványt is használhatsz. A fal túl magas. Magas a francokat. Simán felérsz odáig. Olyan hosszú kezed van, hogy ülve kosaradol. Arra már nem elég? Arra már nem elég. Bár annyira nem tetszik nekik. És nem érkelnek semmit, de... Hát nem tudom. Jó, hát az égés miatt szürke jelenleg a ház, azt aláírom. De hát meglátjuk, mire elég ez a barna így. Nincs valami fa hatású egyébként? Estékek. Ez padló. Fal. Estékek. Túlélésre semmi. Luxori semmi. Mindegyikbe. Vérvörös. Teljes kávé. Napos sárga. Világos vanília. Ananász boldogság, mézes pillanat, méhecske, forró tégla. Alizarin piros. Kínált menetek. Barna. Kakaó, akkor most mivel festünk? Préri farkas barnával. Na mindegy. Szerintem biztos, hogy nem elég az egészre a... Túl magas az. Nem magas az. Csak közelebb kell állni. Esték, be kell mártani a hengertetet. Mice. Az ott fönt milyen színű legyen, ahhoz már tényleg magas van. De kívülről elég dzsuvásnak tűnik a ablak, közben meg vannak takarítva. Gyere velem! Szépen lefestük az egészet. Nem ér is, ne? Festék, be kell mártani a hengertetet, azt mondja. Hát mindig csak ezt mondja. Oké. Szépen lestükköljük ezeket a részeket, ahogy le kell. Ezeket is lefestjük. Oké.
Mindjárt elfogyat a festékünk. Itt az árnyék miért tök érdekesen néz ki, közben ott is le van festve már. Azt a tetőt is. Azt is. Azt is. Azokat is. Közben sorra kapjuk a kiírás, hogy túl magas, nehogy oda föl nem érünk címszóval. Oké, szerintem most fogy el a festét. Aha. Akkor téged el tudunk adni. Akkor vertünk egy újat, de már csak ennyi van. Egy fal, meg egy kicsi. Ezt a felső részt nem számolom. Úgyhogy veszünk belőled még egyet, de a kisebbet. Ez akkor ide csecse. Mentésnél mindig meglaggolunk. Új festék képesség érhető el, mert miért is ne. Kevesebb festék, vagy gyorsabb festés. Legyen a kevesebb festés, egy 825 falat kell lefestenünk a következő szinthez. Csak hogy jó legyen. Oké, abból is haladunk szépen. Jó, itt bújik a festék. Jó, az az oldal megvan, úgyhogy innen még eljöttünk erre. Nagyon pasztelszín lett egyébként. Nem is pasztelszín, egész konkrétan rosszul fogalmaztam, homogén. De nincsen meg a fa mintázat. Valószínűleg biztos van valami trükk arra, hogy ez ilyen jobban kinéző legyen. Valószínűleg jóval drágábban, de... Vagy valamelyik DLC-t tartalmazza még, mert nincs meg az összes. Így, és akkor lucsó. Így. Hát akkor megvan körbe a ház alapja, mert így jó. Nagyon tetszett a pistikéknek, és ha azt akarom lefesteni, akkor meg sok minden kéne hozzá. Úgyhogy ezt el is adhatjuk. És hogy nézem, egyébként meg itt vannak dolgok, amik nem elérhetőek. Ugye bár ezek bent elérhetőek. Van pusztításunk. Takarítással nincs mit. Ablak tisztítása, másik oldalról koszos az ablak, azt mondja. Bár hogy azt nem tudom, mert megtakarítottuk, nem? Ha nem, akkor most megtakarítjuk, mert úgy lesz tiszta. Ez kész. Ez tiszta. Ez nem. Ez még nagyon zsúvás. Úgyhogy ezeket is meg kell takarítani. Akkor elég voltak ezek ilyenek. El is megvan. El is még koszoska. Oké. Mindenki örült neki, hogy az ablakok tiszták lettek. És jobb is kinézni rajtuk, hogy így tiszta összes. Nyilván ez csempés helység, ez is csempés helység, ez csak festett volt, és ez is csak festett volt. Ettől függetlenül úgy tudom, van tapéta a játékban, szóval az is majd jöhet hozzá. Ebből a szögből egész pofás már. Úgyhogy
mehetünk is vissza az irodánkba. Kommentben majd írjátok meg, hogy mit látnátok szívesen a kempingházban, mint szín, mint berendezés, stílus terén. Nem tudom, mennyire tudjuk átalakítani, hogy hozzáépíteni falakat, elbontani el tudunk-e, vagy bármi. Minden esetre ez a rész itt most ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Remélem tetszett. És találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!